Csisztú Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Hazamentem az egyik napon, és megláttunk a férjemmel egy rajzot az asztalán, amire azt mondtam, hogy úristen, ilyet még nem láttam. Néhány festményem ki fog menni Dubajba. Kivetítik, Kivetítik ugye, és... a, a kiállítása volt most. <laughs> Szeretettel köszöntöm a Csisztus Podcast nézőit, remélem, hogy most arra már nagyon sokan feliratkoztak a csatornámra, hiszen tudják, tudjátok, hogy itt igen inspiráló történeteket, a múlt nagy sporthőseit, a jelenkor bajnokait és a jövő bajnokait is megtalálhatjátok. Nos, a mai műsorban mind a kettőből akad egy-egy, hiszen eljött hozzám dr. Szabó Tünde, olimpiai világbajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, országgyűlési képviselő, sportvezető, és három gyermeke közül elhozta a kisebbik lányát, Sávolt Karolinát, aki maga is korosztályos teniszbajnok, és óriási képzőművészeti, illetve festő tehetség és még oly sok minden, mert nagyon sok mindent csinál jelen pillanatban. És szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Nagyon örülünk, mi is. Ez most, amikor a felvétel készül, ez egy igazolt iskolai távol lét. A <laughs> gelén igazolom természetesen, de nem jellemző, ugye, hogy Karolina azért az iskolából annyi minden dolog mellett sokat hiányozna. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Természetesen nagyon elfoglalt Karolina, és hogyha valamilyen elfoglaltsága van, akár sport, akár itt lehetünk, akkor ki kell kérni az iskolából, de minden bepótol. Jó, jó, sz szeretsz lógni. <laughs> Most megsúghatod, nem hallja senki. <laughs> nem igazán, nem szoktál, ugye? Hát inkább az iskolában csinálom meg, mint otthon. Aha, de... aha, Tehát az a típusú vagy, ugye, aki ha lehet, akkor a suliban figyel, ott megtanulod, és akkor otthonra kevesebb marad? Akár, igen. Aha. Aha, jó, de hát azért jelvesz, 12, Éves vagy azért ilyen tekintetben, azért most már viszonylag komolyabbnak tan a tantárgyak, nem? De most már, most már azért más, most már nehezebb. Szeretsz még suliba járni? Mert emlékszem, amikor a nagyfia még ebben a van, azt mondta, hogy hát még oké, okay, anya, még rendben van, most már azért... Hm -hm. Hát igazából szeretek, igen. igen. De az segítség, gondolom, hogy, hogy iker testvéreddel együtt mész, ugye? Igen, az nagy segítség. Szoktatok egymásnak egyébként a tekintetben, és hogy most például nem vagy ott, akkor ő írja a leckét? Igen. Tehát írja? Igen. Jó tesók? Nagyon. Pici ugye ők együtt nevelkedtek, Nyilván és sport, égre, két igen, sport, iskola mindig egy helyre kellett őket vinni, úgyhogy a logisztikai ezáltal könnyebb volt. De ugye, hogyha az egyik őjük valahol van, akkor bepótolhatja így sokkal könnyedébben a másik. De, de hogy, hogy emlékszel vissza azokra az évekre, amikor amikor Nyíregyházan szintén az ikertestvéreddel együtt ugye elkezdtetek <laughs> együtt úszni? Igen, nagyon fontos, hogy azt a példát, amelyben én nevelkedhettem, hogy minden nap sportoltunk hat éves korunktól, és talán az egyik legfontosabb feladatunk volt az iskola mellett, hogy a mozgás az meglegyen, azt tovább vigyük. És uh, én is azt uh, terveztem, mielőtt még nem voltak gyermekeim, hogy akár hány gyermekem lesz, biztos, hogy 18 éves korukig minden nap sportolni fognak. Úgyhogy ezt meg is kapták mind a hárman. <laughs> ez nem volt opció náluk, úgy látom, ez, ez uh, nagyon nem. Aha. <laughs> Természetesen segítettünk a, a sportág választásba. ez is egy szülői feladat egyébként, hogy megtaláljuk azokat a sportágakat, amelyeket szeretnek űzni a gyerekek, és hogyha van valamiben tehetségük, akkor meg kifejezetten támogatni abba. Úgyhogy így kerültünk mi a teniszhez velük, de a nagylányom ő például úszott 18 éves koráig, úgyhogy ő vele is végig jártunk mindent, hiszen reggeli edzés, délutáni edzés, országos bajnok volt szinte minden korosztályban. Úgyhogy megtapasztaltam szülői oldalról is, hogy ez mit jelent. De tudod, hogy édesanyád milyen nagyszerű sportoló volt? Szoktatok erről beszélgetni? Vagy ez fölmerült egyáltalán így a családban? Igen, igen. És szokt volt olyan, hogy visszanéztétek azért az ő olimpiai, vagy világban? Voltak, kis? voltak ilyen, hm. amikor átnéztük az ilyen érmeket, meg hm. amikor beszélgettünk róla. És melyik, melyik érme tetszik a legjobban, mert nem biztos, hogy a legértékesebb, a legszebb akár? Hát az olimpiai az, az Azért de, ugye? De, de. De, <laughs> és látta róla a régi felvételeket, hogy milyen Igen. csodálatos úszó <laughs> volt? Igen. Neked az úszás egyébként nem lett volna szimpatikus? Ö, inkább a teniszt választottam volna. <gül> <gül> az játékosabb, vagy miért? Egyrészt, hogy játékosabb, szerintem, és hogy oda tudsz menni, hogy Játszani, és mikor az úszásnál nem tudsz oda menni, játszani egy mondjuk valakivel. <laughs> igen, ott ott magad szóval, van, ugye? Igen. meg a csempe. <laughs> <Ugye? Igen. gül> Milyen emlékeid vannak arról a korszakról, úszóként? Azért kérdezem ezt, mert ugye nagyon sokszor emlegetik föl a régi. Uh, időszakból, ugye még a Szécsi érából, ugye a Szécsi féle edzésnaplót, illetve ugye az ő tanítványainak, mint edző uh, tanítványoknak a metodikáját, és ez még, én úgy emlékszem, az a korszak volt, amikor nagyon sok kilométert kellett úszni. Igen, ez így is van, körbeúsztuk <laughs> a földet, szerintem nem egyszer, hogyha a kilométereket <laughs> nézzük. Uh, és uh, tulajdonképpen nagyon uh, jó is visszagondolva, de mondjuk, hogyha most nézem a fiatalokat, nagyon nagy örömmel mennek edzésre, és teljesen más, hogy gondolkodnak, más motivációkat kapnak, máshogy kezelik mondjuk az edzők a tanítvány viszonyban, Ma, ma, ma oldottabb ez a viszony, mint régen-régen fegyelem alapú volt? Én azt gondolom, hogy igen, és nagyon helyes, hogy ez erre felé terelődött, hiszen most a fiatalokat nem biztos, hogy lehetne azzal motiválni, hogy na mondjuk kimenjünk külföldre egy versenyre, most máshogy kell őket motiválni. Most ugye belépett már a médiavilága, sokkal jobban megismerhetőbb egy sportoló élete, amely példakéként példaképként áll a fiatalok elé azonnal, akárhány évesen is lehet. És ez, ez is motivációt adhat, de sorolhatnánk a példákat, és nem beszélve arról, hogy rengeteg lehetőség van a gyerekek előtt, a sporton belül is, hogy mit választanak, még annak idején azért nem volt ilyen nagyszámú sportág, illetve ö, klub, ahova Tehát tudnának jelentkezni. Uh -huh. Úgyhogy én nagyon sokat voltam edzőtáborban abban az időben a Szécsi <laughs> kis Laci bácsi a, 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 csapatával, és a, tulajdonképpen tényleg csak egérrel voltunk mi ketten lányok, én egyedüli vidékiként voltam a, a csapatban, és abban a tímben ott, ott, ott szinte mindenki olimpiai érmes volt tehát nagyon erős volt az a, az a, csapat, és nem voltak ilyen lehetőségek, hogy a fiatalok tudjanak menni edzőtáborokba, versenyekre, mint ahogy most a fiatalokat tudjuk utaztatni, vinni nagyon-nagyon sok létszámmal, akármilyen sportágat nézzük, úgyhogy, úgyhogy, nagy a lehetőség. Ezáltal biztos, hogy a világban is így van, sokkal nehezebb odaérni a világ legjobbjai közé. Karolina, neked van képed? Van, akihez igazán szeretnél hasonlítani, vagy akinek az eredményei inspirálnak? Úgy nagyon nincsen, mert még nem tudom, hogy pontosan mi leszek, ha nagy leszek. De sportban. sportban Van-e valaki, akit van figyelsz, akár a magyar, vagy a külföldi teniszvilágból? Babosdi, mint például a figyelede, vagy Jani Réber, Vannak vagy ilyenek, a... igen, hogy akiket a tévében nézek, de hát több is van, akik uh -huh. mondjuk ilyen uh, ranglista. Él élén vannak. Így hmm. és... a technikájukat esetleg? Van valami, ami jól lenne ellesni? Igen, meg amikor edzésen is van róluk szó néhányszor, Igen. hogy ők, hogy hogyha valamit ki kell nekem javítanom, akkor hogy feljön egy példa, akár, hogy mondjuk az a versenyző, hogy milyen lábmunkája van, hogy hogyan őt, és akkor ez is nagyon jó módszer, uh -huh. hogy uh -huh. nézzük a felnőtteket, uh -huh. Azt látom, hogy, a játék maga az inspirált téged, tehát a játszás lehetősége, amit a tenisz hordoz, de, de mi a, mik az erényeid a teniszpályán szerinted? Miben vagy most a legkiemelkedőbb a korosztályodban? Szerintem most, most ez a támadó játék, amit én, én csinálok. Wow. És uh -huh. most már, er, és már so sokan mondták, hogy már fejlődök, és ebben is. Uh -huh. És most kaptam inspirációt arra, hogy, hogy még többet edzek. És voltunk kint Ausztriában egy ilyen összecsapáson, barátságos össze összecsapáson a válogatott ellen, és utána elmentünk egy 18-as ITF verseny döntőjét megnézni, és azt is, az is nagy inspirációt adott nem csak nekem, hanem az egész csapatnak. Uh -huh, uh -huh. Szóval... Jó volt látni a nagyokat? Hogy okosan csinálják? Jó lett volna ott lenni már, mi? Uh -huh. Igen. Uh -huh. Mi a helyzet a ugye szerva terén, a tenyeresek, fonákok, ezen ezzel hogy állsz? Van-e van -e olyan, olyan ütési forma, ami úgy igazán, igazán megy neked? Van, igen, és mindegyiket külön kell így gyakorolni, és ugye a szerva az, az megy el, a, hogyha kicsit kihagyok, akkor a szerve megy el a leg, leghamarabb, Aj, azt és nem az nem kell, nem. Kell, azt kell visszahozni, de amúgy, amúgy igen, úgyhogy igen. Azt mindig. a legnagyobb javításra általában. Ugye? Általában igen, de nem mondanám, hogy akármi rosszul menne. Világos, a Vagy. ugye azért a lányoknak mindig ez a kérdés, hogy hoz, nagyon komoly erő kell, ugye többnyire nagyon sokan ugye két kézzel kezdik, hogy állsz ezzel igen. a dolggal hogy a tenyeresem az ugye jobb, mint a fonákon, természetesen, de, de, azért, azért, azért megy. Aha, aha. Mit, mond, mit mond Attila? Szoktatok a férjetestvérjével erről, erről beszélgetni? Természetesen. Mi a véleménye róla? Ugye a lányok fiúk között mindig különbség van, hiszen a lányok sokkal hamarabb érnek, fejlődnek, ugye két-három évkor különbségnek mutatkozik. Igen. Holott én egy kisfiút és egy kislányt nevelek egyszerre. <laughs> igen, és még egyszer igen, és, jó, és mind a ketten teniszeznek, uh -huh. és látható a mentalitásuk, fizikai erőnlétük, hogy a lányok hamarabb érnek. Úgyhogy itt teljesen más, máshogy kezeljük őket ilyen téren, hogy a pályám itt. Csinálnak. Ugye mindig a korosztályos versenyeket kell nézni, ki mennyire fejlett, vannak nagyon erős kisfiúk, nagyon gyorsak, ugyanígy a lányoknál is. Mondjuk Karolina maga, ő egy nagyon magas kislánynak számít. Nem vagyunk meglepve, hogy a te adottságaidból. <laughs> úgyhogy, úgyhogy talán ebből a szempontból a szerva jól mehet neki a korosztályához képest, de hát itt is rengeteget kell gyakorolni. Úgyhogy én nem értek a teniszhez de nagyon nagy örömmel látom őket a pályán, és hogyha mondjuk valami nem megy nekik, akkor én nagyon szépen hátradőlök, és azt mondom, hogy de jó lenne, hogyha én így tudnék játszani, és ez már őket nagyon-nagyon boldogát teszi. <laughs> Megnyugtatja, <átesszik. gül> ugye? Hát végül is, ha anya olimpiai és, és, tényleg, és úgy szeretne is hogy én tudok, az, az már nem rossz, ugye? Igen. Na, úgyhogy így, így könnyű. <laughs> Mennyi edzés munka ez most, Karolina, ahol te most tartasz a teniszben? Heti hát, hányszor? Minden nap, Aha. minden nap. Úgy heti hatszor, körülbelül. heti hatszor, Tehát még ráhúzol egyet akkor a hétvégén. Jó, is. igen. Az és az minden nap úgy, úgy legalább úgy két órát edzek, uh -huh. mert hogy nagyon fontos a gyakorlás és a csak így lehet tovább fejlődni. Fontos is, hogy kitérjünk erre, Tünde, mert ugye egyrészt azért három gyermeket menedzseltek, ugye? Most nyilván a nagy lányod, ő azért már nagy, őt már bizonyos szempontból azért ugye útra lehetett bocsájtani, de így, ahogy mondott, ugye a logisztika, úgy, hogy közben ugye a férjed, aki, aki onkológus sebészorvosként tényleg nagyon-nagyon komolyan be van fogva, nyilván szakmai értelemben is van egy nagyon sikeres pályája, a te életed az mindjárt majd felsorolom, hogy mi minden is csinálsz, egészen, egészen elképesztő, és, 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 hát közben az, hogy a gyerekeknek a foglalkozásai, a figyelem, a minőségi idő, hogy más nem mondjak. Úgy gondolom, hogy áll neked egy nap. Nagyon sok. Szerencsére nem vagyok az a nagy alvós típus, és elég hosszú egy-egy mondjuk napom, hogyha azt nézzük, hogy korán kelek és későn fekszem, Viszont a logisztikán múlik minden, és az, hogyha szabad időnk van, akkor viszont a gyermekekkel töltsük uh -huh. azt, a, azt a tényleg minőségi időt. Mindenben próbálunk nekik segíteni, amit ők szeretnének, próbáljuk megvalósítani. Azért szülőknek nagyon-nagyon sok teendője van természetesen a munkájukon kívül, úgyhogy igyekszem helytállni mindenhol. Ez nagyon úgy tűnik, hogy sikerül, de, de azért ugye az a nagy kérdés, és én nyilván két fiút nevelve szintén látom, hogy, hogy az az idő, amikor az ember ugye arra fordít figyelmet, hogy igazán mi érdekli a gyerekét, mm -hmm. hogy mire rátalál arra a dologra, amiben jól érzi magát, mm -hmm. amiben kiteljesedik. Ugye itt azért nyilván a sport a gyerekeknél ez egy egyértelmű dolog volt, hogy kell, meg kellett találni azt, amit szeretnek is, tehát nem csak ami, ami nyilván fizikai szempontból fontos az egészségük érdekében. De aztán jött itt egy teljesen más dolog, jól tudom, te zongorázni is kezdtél, nem? Hogy kitűnően zongoráztál Igen. Egy Igen. Igen, mikor, még... mikor, történt ebben a 12 évben mióta? Itt még vagy kiskoromban úgy látták a szüleim, hogy ezért van valami művészet bennem, csak ugye nem tudták pontosan, hogy mi. Ezért küldtek zongoraórákra, és szerettem, de ez egyik nyáron, amikor nem jártam órákra, akkor, akkor már nem gyakoroltam egész akkor nyáron. Akkor boldogabb voltál? Nem, nem, gyakoroltam, és és inkább abba hagytam. Uh -huh. És nem érezted azt a, azt a húzóerőt, ami visszavitt Igen. volna a hangszerhez, ugye? Igen. Aha. Ezt, ezt föl kellett fedezni, hogy, hogy nincs az a vonzalom már a zene meg az Tényleg így, ahogy mondta Karolina, hogy valami volt benne mindig, hogy, hogy az a művész hajlamait próbáltuk megfejteni, hogy biztos akkor az zene művészet az, ami, ami úgy majd vissza fogja neki adni azt, hogy valami vonzza, Igen. Csak hát ugye nem tudtuk. Az mindig láttuk, hogy rajzol, szépen rajzol tehetséges, de hát gondoltuk, hogy minden gyermek szeret rajzolni, és az egy nagyon jó dolog. És a zongorában tényleg koncerteken adott elő 6-7 évesen. És akkor valóban, innen, innen. valóban az volt, hogy hogy láttuk az egyik nyáron, hogy már nem akar leülni gyakorolni. És láttam, hogy ez frusztrálja őt, és megkérdeztem tőle, hogy jó lenne neki, hogyha ezt a, 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 a zongorát elvinnénk otthonról, mert hogy zavarta, hogy ott van, és nem ül le, és elfelejti a darabot. És akkor mondta, hogy igen, jó lenne, hogyha nem látná az ongorát. <laughs> úgyhogy, úgyhogy egy pillanat alatt eltüntettük az ongorát, és felszabadult tőle. Jé, jé, úgyhogy így fejezte be az ongorázást. De uh... de itt neked egy kicsit nem szakad meg a szíved? Uh, nem, a belefektetett munka miatt? Nem, 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 mert uh, mindig azt uh, gondolom, hogy egy gyermek azt csinálja, amit szeret. És hogyha van tehetsége hozzá, az egy dolog, az szerintem sokkal többet jelent, hogyha valaki szereti, és ha még tehetséges is benne, akkor meg különösen. Úgyhogy ö, azt, azt, láttam, hogy ez nem szabad erőltetni, tehát ez, ez, hogyha jön valakiből valami, akkor az automatikusan kell, hogy jöjjön. És már nem szereted annyira a zongorázást, ugye? Már, már nem is zongorázok, már, már. Is. minden dalt Biztos nem, azért ha leülnél, becsuknád a szemed, szerintem előjönnének ezek a dolgok. Talán, talán, Vagy ottából, biztos, hogy könnyen, könnyen, És aztán jött ez az időszak, amikor, amikor bezárt minket a pandémia, ugye bár a világon minden ahol mindenkinek tulajdonképpen a négy fal között kellett megtalálni a, a, a munkája, végrehajtásán túlmenően a szórakozást, a család közös együttléteit és a többi, és akkor felfedeztetek valamit ebben a, ebben a kislányban. Ha szabad így mondanom, mert akkor még kisebb voltál, amikor ez a dolog elindult. Nagyon érdekes, hogyha így visszatekintünk, és ugye a pandémiának nagyon sok negatív hatása volt az életünkre. De ugyanakkor pozitívat is hozhatott. Ugye mi a férjemmel nagyon elfoglaltak voltunk a pandémia beköszöntével is, hiszen nem állt le a sportban az élet sem, igyekeztünk megteremteni a lehetőséget. Az egészségügyben pláne nem állt le? Igen, hogy, hogy lehetőséget kínálni a sportra, a mozgásra. Egészségügyben még elfoglaltabbak lettek az orvosok, mint azt megelőzően, úgyhogy azt gondolom, hogy egyedül maradtak a mi gyerekeink otthon, az iskolai órákat otthon tartották, igen online módon, és ott a, a, de hát gondolom elmeséli Karolina, hogy hogy is történt. Én csak arra emlékszem, hogy hazamentem az egyik napon, és megláttunk a férjemmel egy rajzot az asztalán, amire azt mondtam, hogy úristen, ilyet még nem láttam. Abstrakt, és minden volt benne, és kérdeztem tőle, hogy hogy sikerült ezt megrajzolnod, és ő azt mondta, hogy csak úgy jött belőlem. És akkor te kezdtünk el gondolkodni, hogy na, akkor miben is tudunk neki segíteni ebben. Hogy jött ez belőled? <gül> <gül> úgy, hogy én mindig rajzoltam, még nagyon kicsikoromban is, ahogy már ugye mondtuk, és bejött a pandémia, és akkor is mindig rajzoltam szünetekben, akkor különösen sok szabadidőm volt. <laughs> És azért akkor még többet is tudtam rajzolni. Uh -huh. És ugye egyszer egy rajzot az íróasztalomon hagytam. Véletlenül, és... vagy azért, hogy lássák anyáik? <laughs> azért ott hagytam, oda tettem. Na igen, és akkor a szüleim észrevették. Egyből felhívtak, hogy karolina a gyereite. <laughs> hogy ez hogy csináltad? És mondom, hogy, hogy csak rajzoltam. És hogy, hogy igen. Mi, mik azok, a, mik, azok a, formák, mi az a világ, ami, ami téged így, így, megmozgat, amit szívesen papírát most már nyilván vászonra, vagy, vagy egyéb, egyéb leginkább vászonra felviszel? A most a legújabb, legújabb, festményeim az az univerzum világa, ott a háttérben, ott benne van az univerzum és a bolygók, és rengeteg állat, uh -huh. És most leginkább ez mozgat engem, leg, leginkább. De, de, mi kell ahhoz, Karol? Na ezzel gondolkodom, ugye, hogy, hogy azért egy 12 éves lány, ki nyilván nagyjából ugyanazokat a dolgokat tanulja, mint az összes többi 12 éves az iskolában. Milyen egyéb könyveket lapozgatsz? Mi az, ami, ami végül is, hogy mondjam, ezeket, a, hogy mondod, ezeket az inspiratív gondolatokat megindítja benned? Mit nézel? Mi az, ami, ami úgy kikívánkozik, hogy na, ez annyira tetszett ez a forma, hogy ezt most leszeretném rajzolni, ezt most, hát ugye a nőalakokra majd mindjárt kitérünk, de hogy, 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 hogy itt valami biztos, hogy kell, ahonnan ezek a gondolatok jönnek, amiket te végül feldolgozol magadban, és és aztán megjelenítesz. Igen, a nagyon sok életrajzot is olvasok más, más festőkről, uh -huh. kortássakról vagy akár, akár régebbiekről is és ott is, ott is megnézem, hogy hogy, hogy is festhették mondjuk ezt a stílust, uh -huh. és még nézek dokumentumfilmeket, és akkor onnan jönnek az állatok nekem, uh -huh. és ugye a nő, a nő pedig onnan jött, hogy ugye én a szépséget szeretném ábrázolni, és ezzel ugye az állatot, a hátteret és a nőt uh -huh. használom. És szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy a szépséget átadja teljesen. Persze minden festményen benne van a szépség, de én különösen szeretném ábrázolni, és úgyhogy úgy, ezért. És egy is egyébként, nem, hogy különösen, hanem nagyon egyedien, nagyon karolinásan, ha szabad így fogalmaznom. Most azért már túl vagyunk az első nagyon komoly kiállításodon, ahol rengeteg anyag jelent meg, tényleg, nagyon produktív festő vagy, sokat termelsz, ha szabad így <laughs> fogalmaznom, sokat festesz, szép és nagy képeket, nyilván egy-egy képnek a kidolgozása azért azt gondolom aprólékos munka, ez egészen biztos, de hogy rendkívül érdekes dolog, hogy a szakma elkezdte elemezni azt, amit csinálsz, most gondolok itt elsősorban a képzőművész szakmára, és azt mondják, hogy a stílusod sem senkiéhez nem hasonlítható, rendkívül egyedi. Ez egy törekvés, hogy ez egyszerűen magától alakult ilyenni. Ez még az elején úgy gyakoroltam, hogy mondjuk egy fotóról az állatokat, és akkor külön a technikákat mindig más fest, festékkel, és ahogy, ahogy fejlődtem, akkor így jött, hogy mit, mit is szeretek festeni, és akkor jött a nő, meg ez a háttér, és akkor, akkor jöttem rá, hogy, hogy akkor fejlett ki ez a stílusom. És hogy én ezt szeretem festeni, és hogy onnantól, onnantól jött ez, és akkor most már úgy Mit folytatom. Mit jelent számodra, hogy a szépséget megjeleníted a képeiden? Ugye minden, ami rajta van, a nő, az állat, a háttér, azok a formák, a színek, uh -huh. minden számomra azt intenzív, Nagyon intenzívek a színek amiket használsz. Az arany például roppant módon dominál benne. De minden színnek megvan a maga, azt kell mondanom, hogy, 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 rendkívül látványos élénk világa. Ez mozgat meg néked? Szereted a színeket? Igen, igen, szeretem. És ugye ezt is nagyon sokat gyakoroltam, hogy milyen színek vannak, hogyan kell keverni. És ugye én online tanultam mindent, nem volt tanárom, és mindent, hogyha volt egy kérdésem, vagy valami nem stimmel, mondjuk egy festékkel, akkor azt, azt meg tudtam találni online, mindenre a választ meg tudtam találni online, és így, így nagyon sokkal könnyebb volt. Hihetetlen ez a generáció, nem? 21. század, Hogy gyere. Online mindenre megtalálják a mindenre. választ, és gyakorlatilag egy teljes autodidakta Módon jut el oda egy ilyen fiatal gyermek. Egy, Hogy egy önálló stílus 12 éves korára tulajdonképpen Igen. kifejleszt. És uh, tulajdonképpen Karolina nem beszélt arról, hogy itt üzeneteket hordoznak mm. a festményei. Tehát a, megjelentek a festményen a környezetvédelem, amire úgy, úgy fel, felhívja a figyelmet, a, a, környezetének, és szerintem ez az üzenet, ami a kiállításokon lehetett látni, ez át is ment. Szerintem ez most nagyon nagy motivációt jelentett neki, hogy tényleg amit úgy belefestett, amit otthon tudott, hogy miért festi meg saját maga, az úgy, úgy mindenkinek egy kicsit átjött. És megjelennek az állatok, tudatalattalan, uh -huh. de lehet, hogy pont azért, hogy állatokat is megvédjük, tehát az állatvédelem is megjelenik ezáltal közvetlen módon. Úgyhogy nagyon érdekes, nekünk is, hát mi ne nem vagyunk milyen Ezt a folyamatot szülőként végignézni, hogy hogy az első megdöbbentő rajz, ugye, amik nem. tényleg szinte hátrahőköltetek, most ma ott tart, hogy, hogy egy, egy produktív festő, Művész. nyilván a művész szó az, amikor az ember a művészképzőt kijárja, értem jár, de azt gondolom, hogy, hogy az hogy a, hogy igazán tehetséges világklasszis képzőművészek, azok nyilván ebből a fajta belső hajtóerőből Igen. jutottak el a művészi szintig, ha Igen. volt iskolájuk, hanem? nem. Így van. ugye én is olvasgatok így a, a, a nagy elődök után, hogy vajon... Ilyen fiatalon mit tudtak alkotni, és valóban a, a legrégebbiekről is lehet tudni, hogy tíz évesen ott álltak a nagy művészek mellett, és a műteremben segítkeztek, és ott uh, tanulták meg úgymond az egész Tehát, alapot. Tehát, hogy és szakma ez, olyan úgyhogy, szempontból úgyhogy csinálni kell, és látni a Vannak fejlődés. céljai ezáltal Karolinának, amit mindjárt el fog mondani szerintem, hogy, hogy igenis lehetőséget kínál. A gyermekeknek ezáltal, hogyha ő neki ilyen sikeres, és az égiektől ezt kapta, ezt az ajándékot, hogy, hogy ki tudja fejezni így magát, akkor, akkor másnak is legyen lehetőség ebben. Úgyhogy ö, ki is tűzött sok mindent maga elé, hogy no, mik mi, mi, mi ezek, ezek a mit közeli és távolabbi célok, Karolina. Most a mostani célom az, hogy arra gyűjtök, hogy, egy, hogy önálló stúdiót alapíthassak ahol segítenék gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük erre a képzőművészetre. A rajzolás, festészet, agyagozás, szobrászat, mm -hmm. minden, ami a képzőművészettel úgy kapcsolatos, és akkor ebbe segítenék, és mennének tanárok, szakértők. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen szeretnél egyfajta lendületet adni azoknak a gyerekeknek, akik amúgy egyébként tehetségesek legyenek, vagy szívesen. Igen merülnének el ebben a világban, de nincs rá lehetőségük, ha értem. Hát ez fantasztikus. Neked személyesen egyébként mi a célod még a stúdió alapításon túlmenően? Tehát látsz -e már olyan témákat, amihez majd szívesen nyúlnál, de most még úgy érzed, hogy még tanulnod kell? Vagy, vagy alapvetően azért ez a, ez a tematizálás, ugye a szépség, a növények, az állatok, az univerzum, ez, ez, még nagyon megmozgat téged, és még sokáig meg fog esetleg. Persze, még, még... Egyelőre maradok ennél és viszem tovább de amúgy még az a másik célom hogy minél több emberhez eljusson az az üzenet ami ugye a környezetvédelem a természetvédelem az állatvédelem ami a mai generációnak különösen nagyon fontos és ugye szerintem a festményekkel nagyon jól át lehet ezt adni uh -huh. ezt az üzenetet és nagyon remélem, hogy ez ugyanígy lesz tovább is. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy a te kortársaid, meg a te generációd valóban, akár a te példádon keresztül is egy kicsit másképp fog ezeknek a kérdéseknek a fontosságára tekinteni. De jelen pillanatban azt tapasztaljuk, hogy a felnőttek, akik megnézik a a festményeit, hát egyelőre más látnak benne, mást is látnak benne egy óriási potenciált, egy hatalmas képzőművészeti, hogy mondjam, robbanás előtt álló karriert. Mit tapasztaltál? Valljuk meg, kapkodnak Karolina képei után, ugye? Igen, ugye a kiállítást megelőzően mi már azért ebbe éltünk két évet, hogy a falakra felkerültek a festményei, száradtak, levette, belefestett, megint feltettük. Azt tudjuk, most már én tudom legalábbis, hogy az olajfestményeknek a száradás ideje több hónap. Tehát ha, ha egyszer rámegy, akkor onnantól x hónap akkor megint leveszi, megint nem fog megszáradni. Tehát nincs kéz egy-egy. Hát egy egyszerűen van soha. egy technológia, amit ugye Igen. Be kell tartani. És ugye tudtuk azt, hogy kiállítás dátuma meg volt hónapokkal azt megelőzően, hogy be kell fejezze ezt a mondjuk 25 darab képet amely, amely mondjuk nálunk már a, házba tényleg minden falon ott, ott álltak. Mi ebbe éltünk természetesen. Egy galériában láttuk. éltek gyakorlatilag egy és, kiállítóteremben. És nagyon-nagyon vártuk azt, hogy ezt mindenki láthassa, hogy, hogy tényleg át Karolina azt, amiben ami ő dolgozik nap, mint nap, és ugyan szabad idejében teszi ezt. Azt nem tudom, mikor van a hat edzés menet szabad Igen. Mikor van? Mikor, mikor alkotsz? Ugye iskolába megyek, iskola, azután, van iskola. azután edzésre, Edzés. és amikor délután este fel, amikor hazaérek, Tanulás, akkor... Tanulás, Nem sok van, néha van, de, de nem annyira sok. Meg megtanulod a dolgokat az iskolában, amíg ott vagy, ugye? Tehát, igazából... Általában igen, úgy van, vagy csak hétvégén kapunk leckét, uh -huh. szóval igen, és... Akkor szakítok időt a festészetre. Tehát napi úgy... szinten szakítasz időt? Még pluszban. Igen és hétköznap körülbelül másfél órát festek, és hétvégén pedig annyit, amennyi szabad van. Most, ha ezt a beszélgetést angolul kezdtük volna el, akkor angolul tudtál volna nekem válaszolni. Igen. Ugye? Ha Igen. spanyolul kezdtük volna el, akkor csak te tudtál volna beszélni. Én sajnos nem. Tehát, hogy még mellette, ha jól tudom, akkor két nyelven kitűnően beszélsz, ugye? Igen. Na jó, hát ez most már ez tanuló, holos? Karolina. Tehát, És a, nem le lekítűrő tanuló. A, a testvére nagyon sokat segít neki, Aha. tehát a fiatal ember. Dorjáról is emlékezzünk jellegen. meg azért. E, úgyhogy, úgyhogy szerintem kiegészítjük így az egész család mindenki egymást. Ugye nagyon szeretnénk azt, hogy Karolinára nagyon figyeljünk, vigyázzunk az ő művészetére tényleg egyedi, úgy ahogy említetted, tehát a maga stílusa azonnal felismerhető, most már úgy kialakítja azokat a, a sajátosságait, amit tényleg szinte csak ő. Stílus ő jegyek, tud. tehát kifejezetten. Úgyhogy szeretnénk, hogy, hogy tényleg odafigyelve, amit szeretne megvalósítson. Persze, természetesen minden gyermekünkre figyelünk, és, és így, így mindenki segíti egymást. Úgyhogy talán ez így könnyű könnyűnek mondható. ezt, ez igen, de azért szinte de szóval, hogy ugye ennek a műsornak most az is a lényege, hogy olyan történeteket mutatok meg a vendégeim életén keresztül, ami én biztos vagyok benne nagyon sokakat inspirál, és amikor az ember dilemázik azon, hogy na jó, most akkor még ezt most még ma megcsinálja, -e, vagy belefér -e, vagy akkor itt van a ti életetek, amiben nem, tényleg nem érti az ember, hogy ennyi, ennyi minden ilyen produktív módon hogy fér bele. Szóval a time management, az, 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 te hoztad, a, ti hoztátok a férjeddel a családba, és ezt a gyerekekre ez ragad, vagy? Én szerintem, hogyha így kicsi koruktól ebben nő fel valaki, már pedig ők mondjuk két éves koruktól bölcsödébe jártak, és anya apa ment dolgozóba, és ők is baba dolgozóba mentek. Tehát, hogyha erre így visszaemlékszem, ez nagyon-nagyon régen így van a kis életükben, úgyhogy mindenbe van osztva, természetesen szabad azt csinálnak, amit szeretnének. Karolina festeni szeretne, úgyhogy ő, ő festhet, úgyhogy kialakította magának azt a ritmust, hogy neki akkor ez mikor fér vele. Igen, tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy az iskola és az edzés mellett ez tökéletesen kikapcsol téged? Tehát, hogy, Igen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs gyerekkorod, hiszen ez, hiszen ezt te akarod, ezt te választod. Igen, nagyon sokan mondják nekem, hogy semmi szabadidőm nincsen, nem tudok pihenni. Én meg mondom, hogy nekem ez a pihenés. Én azért csinálom. Aha, mert hogy igazából ez az alkotó munka Igen. az, ami a legjobban kikapcsolt téged. Igen. Fantasztikus. Nyilván sportvezetőként nehéz helyzetekkel kellett az elmúlt időszakban megküzdeni, különösképpen az úszósportban láttuk néhány, néhány kirívó esetet, ugye Szilágyi Liliana esetet, Cselaci is ugye visszatért egy picit a, a múltbéli emlékeihez. Ebben a tekintetben van, kell, hogy legyen változás, tehát a körülmények azok nyilván fejlődnek. A módszerek, az, hogy hogyan... Csalogatom ki a fiatalokból az eredményt, és most a versenysportról beszélek. Ez, ez nehezebb lett, könnyebb lett, más lett? Milyen kihívásokkal szembesül ma például egy edző? Óriási kihívásokkal, hiszen. A szeretet az, az nagyon ott kell, hogy legyen minden napjaikban, és az, hogy nem csak a, a kapcsolatukra gondolva, hanem a, a környezetükre is kell figyelni egy fiatalnak, hogy mi éri, milyen ingerek érik, és tényleg motivációt, hogy tudják megadni nekik, hogy nap mint nap fel kell délután ott legyenek a pályán. Amit említettél, hogy milyen esetek voltak. Ugye a Liliana esete például, vagy, vagy más portoló is jelezte, azok mind-mind évtizedekkel ezelőtti remélhetőleg esetekről van szó. Felszakadó és, sebek és, és nem a mostani időszakról, mert a, a mostani média világa talán ebben segít, hogy azonnal ott van a probléma, és láthatóvá teszi mindannyiunk számára, és, és ezért, hogyha valaki ilyen módszerekhez nyúlna, mint pedagógus, akkor az, az azonnal látható, és, és nem feltételezem, hogy a mostani világunk ezt, ezt eltűrné egy, egy, egy napra is. Sportjogász is vagy, és persze a jogi világban sokféle egyéb szakdiplomád van. Nem fér meg a mai élsporttal? az a fajta mondjuk edzői módszertan, ami ezekből az időkből való, tehát itt gondolok a fizikai, lelki, abúzusra szülő is vagy. Uh -huh. Nyilván minden szempontból tudod nézni ezt a helyzetet, sportvezetőként is, olyan sportvezetőként is, aki persze eredményes sportolókat szeretne látni. Egyáltalán nem fér meg nulla toleranciával, úgyhogy éppen ezért... Más módszerek vannak jelen az edzők életében. És kell, hogy legyenek. És kell, hogy legyenek. Gondolom, hogy az egyetemen is ezt azért tanítják, és teljesen új generáció nőtt fel. Lehet, hogy azok az edzők, akik most ott állnak a parton, átélték azt a bizonyos mondjuk negatív hatásokat, amelyeket ők megtapasztaltak gyermekkorokban, és ilyet, ilyet ők azért pontosan tudják azt, hogy ma már ilyet nem szabad és nem is lehet csinálni. Úgyhogy persze az edzőkre is kell figyelni, a szülőkre is, a gyermekekre is. Óriás kihívás az, hogy valaki ebben az időszakban valamilyen világbajnoki, olimpiai bajnoki, európa bajnoki sikereket ér el, és, és minden olyan negatív, mondjuk drasztikus fizikális hatások mentesen, amely, amely, már ténylegesen nem lehet jelen az életünkbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden elismerés a sportolóknak és az edzőknek a mai korban, hogy, hogy így sikeresek és eredményesek. Ez kipréselik Igen. magukból tulajdonképpen, ilyen, ilyen valóban azt kell mondom, nehéz körülmények között, is ekkora Igen. ugye, hát, csalogató Igen. egyéb erők mellett. Itt ugye az nagyon fontos, hogy nem csak arról beszéljünk, hogy mi hinket, mi mozgat meg, és mi az, ami adott esetben a sportból, vagy ezekből a sikerekből jön. Van nekünk egy olyan szlovatunk, amelyben arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ebből ki mit ad vissza. Ez a Charity. Charity. Think wise. Share smart. Én ugye kaptam ezt, a, ezt az úgymond képességet, és én ezt vissza szeretném adni az, az, embereknek, a környezetemnek, akár így, hogyha nyitok egy stúdiót, és az olyan gyerekek, akik, akiket ez érdekel, de amúgy nem lenne lehetőségük rá, akkor ezt tudják csinálni. Abszolút. Ez nagyon nagy dolog, hogy már ilyesmiben gondolkodsz, ez jellemző egyébként. Nagyon-nagyon jellemző, és azért elhallgatja Karolina, hogy az első festményét, amely a Madárka Világa címet tükrözi, annak a bevételét felajánlotta azonnal a szájjal és lábbal festők részére. Úgyhogy ez a szervezet kapta meg, és nagyon-nagyon örültek, hiszen így óriási lehetőségek nyíltak meg számukra is akkor ő gondolkozik ösztöndíjakba, hogy ezeknek a gyerekeknek hogyan tudna segíteni. Úgyhogy ő, ő teljes egészében vissza fogja azt forgatni, amilyen képességet ő kapott, és, és ez nagyon-nagyon ez helyes így. Nincs azt gondolom, hogy nem véletlenül kapunk ilyen, ilyen ajándékokat, úgyhogy ezzel ezzel élnie is kell, és szerepe is van a világban. Nagyon köszönöm, hogy ezt a Serity rovatban elmondtátok nekem. Charity. Think wise, share smart. Hol látott -e Karolinát mondjuk tíz év múlva? Nem szeretném befolyásolni uh, a döntéseit, <laughs> <Nekem. gül> csak segíteni uh -huh. az ő. ő tevékenységét, úgyhogy ez úgy is ki fog alakulni, úgy jellemzőek vagyunk elfelejteni azt, hogy ő most töltötte be a 12. életévét. Hihetetlen egyébként. Tehát hatodik osztályos tanuló, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy még nagyon-nagyon sok irány is lehet. Az tény, én szerintem, de szerintem ő szerinte is a festészet ott fog maradni az élete részeként nagyon büszke leszek szerintem egy napon arra, hogy a világ hírű festőművésznő interjút adott nekem még 12 éves korában. És, és óriási inspiráció valóban. Szerintem mindenkinek ez, ahogy, ahogy ti éltek, ahogy menedzselitek a gyerekeket, és természetesen a saját dolgaitokat, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt ezt hallani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezt elmondtátok nekem. További sok sikert kívánok. Nagyon szépen. megalapításához is minden hamarabb. Köszönjük. Nagyon köszönöm, hogy velem, velem tartottatok, velem tartottak itt a Csiztus Podcast mai epizódjában. Hát ilyen inspiráló történeteket lehet itt a Csiztus ellen látni, hallani. Érdemes egyébként böngészni az oldalon további történetekért, és hát ennek a beszélgetésnek a hanganyaga is elérhető természetesen a különféle podcast felületeken. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, produkciós vezetője Molnár Géza, social és média menedzsere Görgényi Gabriella. Köszönjük a stylingot Mihály Paricnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. A műsor támogatója a Serity, a Komplett Optika, a Continental Hotel, a Viktória Varga, a Zema Porcelán és a Primus Labor. Megújult belső térrel, de a már megszokott nagyszerű programokkal és finomságokkal várja vendégeit Budapest Bohém negyedében az Áraz étterem. Az étterem a felújítással arculatában enyhén biztrós, mégis elegáns kialakítást kapott, jellemzően a világosabb színek dominálnak. Az ételek tekintetében továbbra is a magyar és a nemzetközi konyha remekei kerülnek elénk, némi csavarral, ahogy azt már Varga Áron séftől megszokhattuk. Egész évben változatos, hetente megújuló ízletes déli menüvel, szezonális gasztronómiai különlegességekkel, egyedülálló borvacsorákkal, tematikus vasárnapi brunch programokkal és nyári barbecue estekkel várják vendégeiket.